Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió szerdai adását látják. A Régészet napja alkalmából szerveztek nyílt napot a múzeumban. Ez került bele mai napi aktuál rovatunkba, illetve a vasárnapi gyermeknap és kirakodóvásár programjai. Szerda lévén kulturális magazinunkban pedig a turnébusszal koncertezhetnek. Már is kezdünk, a következő közel 60 percre ne tervezzenek mást. Kollégáim nevében kívánok nagyon kellemes időtöltést, jó szórakozást! A Szentes Televízió napi aktuál rovata jelentkezik. Ezek az események történtek adáskörzetünkben. Múzeumpedagógiai foglalkozással, régészeti szabadulószobával, látványtárral és előadásokkal emlékezett meg a Kósta József Múzeum a Régészet napjáról. Végül nem rontott el az időjárás az idei gyermeknapot és kirakodóvásárt Szentesen a Kossuth téren a szervezők és a gyermekek örömére. Múzeumpedagógiai foglalkozással, régészeti szabadulószobával, látványtárral és előadásokkal emlékezett meg a Kósta József Múzeum a Régészet napjáról. A legkisebbek szívesen próbálták ki a fémkeresőt, a régészeti homokozót vagy a tárgykereső játékot. A nagyobb csoportoknak már a szabadulószoba adott gondolkodtató feladatokat. A Kósta József Múzeum a Régészet napja alkalmából különleges programokkal várja kisebbeket, nagyobbakat. Miért van jelentősége ennek a napnak? Miért gondoltátok azt, hogy szerveztek egy ilyen programot? A Régészet napja egy országos rendezvénysorozat, amelyben a Kósta József Múzeum már hosszú idő óta, évek óta részt vesz, és idén most már szerencsére újra személyesen is találkozhatunk a gyerekekkel, látogatókkal és érdeklődőkkel. Az idei évnek a mottója vagy vezérfonala az a megtartó közösség. Nyilván ez a motto sokféleképpen értelmezhető. Egyrészt ugye a régészeti, különféle régészeti közösségek, családok, amelyek különböző alapokon szerveződtek, másrészt pedig ugye napjainknak a közössége is, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a társadalomban. Ezen kívül pedig nagyon fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermekkortól kezdve megismertessük a munkánkkal a gyerekeket, hogy tudják azt, hogy a saját környezetükben milyen régészeti örökségek találhatók meg, és hogy ezeknek a megőrzése mennyire fontos napjainkban is. Szentes és Szentes környéke mennyire bővelkedik ilyen régészeti értékekben? Hát nagyon szerencsések vagyunk, ugye a gyűjtőterületünk is hatalmas, itt csak Szentes környékén több mint 600 régészeti lelőhelyünk van, és ezeknek a száma folyamatosan gyarapodik, és korszakok tekintetében is egészen az őskortól a kora újkorig minden régészeti korszak leletei megtalálhatóak nálunk. Hogyan állt össze a mai nap programja, hogyan lehet mindent belevinni ebbe a napba? Igyekeztünk ugye egy napba belesűríteni mindenféle programot. A cél az volt, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig mindenki találjon magának olyan programot, amely a kedvére való. Nyilván a programoknak az összeállításánál is törekedtünk a sokszínűségre, ugye az iskolás csoportokat a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal tudjuk bevonzani a múzeumban, a nagyobbak számára már ugye az ismeretterjesztő előadások, a kiállításoknak a látogatása is népszerű szokott lenni, ezen felül pedig idén a régészeti szabadulószobát is ki lehet próbálni, ahol az érdeklődők is csoportok egy régész professzornak a szobájából kell, hogy kiszabaduljanak. Az előadás után most a gyermekek kézbe foghatják ezeket a leleteket. Mit láthatunk itt ennél az asztalnál például? Ez az asztal a régészeti tapogató tárló, az a lényege, hogy nagyrészt eredeti leletek vannak kiállítva, de olyanok, amelyeket már nem tudunk konkrét lelőhelyhez kötni, ezért ezeket a múzeumpedagógiai foglalkozásokon szoktuk felhasználni, hogy így is testközelbe kerülhessenek a gyerekek a régészettel, a régészeti leletekkel, megismerjék, hogy milyen anyagokból készültek ezek, mire használták ezeket a tárgyakat, és egyáltalán felismerik-e, hogy miről van szó. Hogyan tetszik ez a gyerekeknek? Nagyon népszerű ez a része, mert végre ugye felkelhetnek a megszokott előadás után, és akkor körbejárhatják, kezükbe vehetik őket, ugye nagyon szokták szeretni. Egy újabb helyszín, itt mit csinálhatnak a gyermekek?
Itt többféle dolgot kipróbálhatnak, ugye szorosan kapcsolódik a Kökény és Kázmér előadáshoz, különféle életképek, amelyek nem kerültek bele a papírszínházi előadásba, ezeket nézhetik meg, ezen kívül a Kökény és Kázmér ásatási naplóját is a kezükbe vehetik, valamint kirakózhatnak, amely szintén ásatási életképeket rejt. Hogyha tovább lépünk, átmegyünk a másik oldalra, akkor milyen érdekességet tartogat, rejteget igazából ez a helyszín a gyerekeknek? A harmadik asztalnál a régésznek az eszköztárával lehet megismerkedni, ugye mi a technikusi ládában tartjuk a bontáshoz, illetve a dokumentáláshoz fontos tárgyainkat, eszközeinket. Ki lehet próbálni, hogy mi minden, amire egy régésznek szüksége van a munkája során. És az utolsó helyszínen nézzük, hogy mivel találkozhatnak az itt lévő gyermekek. Az utolsó helyszínen már a múzeumban történő munkával ismerkedhetnek meg, konkrétan ugye a restaurátornak a tevékenységével különféle széttört edényeknek a darabjait lehet megpróbálni összeilleszteni, ami olyan, mint egy élő puzzle, sokszor nem is olyan egyszerű feladat, mint ahogy gondolnánk. Hát számukra nagyon különleges egyébként, mert ilyen hosszan leülve, érdeklődve, idegen helyen még nem voltak. Most tanultunk meg, illetve most fejeztük be az írás-olvasás tanulását, és most nyitottunk másfajta környezet felé, voltunk már a könyvtárban, és örömmel hallottunk erről a lehetőségről, és kíváncsiak voltunk mi is itt a régészet napján, milyen újdonságokkal tudjuk megspékelni a tanítási formáinkat, és örömmel fogadtuk. Mit tudtak meg a gyerekek a régészetről? Miért fontos ez? Én azt vettem észre, hogy van, aki már nagyon képzett, tehát mi magunk is meglepődtünk azon, hogy a gyerekek között sokaknak van már ehhez tapasztalata otthoni háttér segítséggel, de hát mindenképpen a területről, az eszközökről, vagy a régészetnek esetleg a fontosságáról, vagy hogy miért fontos a múltnak a kutatása, elindulnak egy úton, és akkor talán visszamegyünk a régi időkbe ezáltal. Hogyan lehet majd ezt a tanítás során felhasználni? Majd talán egy picit később, amikor a magyarok történelméről, eredetéről tanulna? Még szerintem bármi szinten, tehát nem kell annyira régre visszamenni, mert azután elkövetkezendő időszakban is biztos, hogy találtak olyan dolgokat, amelyek előfordulnak az olvasmányainkban. Hát most nyílik még előttük a világ, az olvasmányaink témája is, de harmadik negyedikben tuti biztos, hogy többször is át fogunk idejönni, és talán emlékezni fognak erre a napra. A legkisebbeknek ugye az időponthoz kötött múzeumpedagógiai foglalkozáson kívül még a szabaduló szoba is érdekes lehet, akár hogy a családdal meglátogatják a múzeumot, ezen kívül pedig délután ugye a Csallány Gábor kiállító helyen különböző a kiállítások megtekintésén kívül kis programokon részt vehetnek, van például régészeti homokozón, ki lehet próbálni a restaurálást élőben, tárgykereső játékkal is várjuk a kisebbeket és nagyobbakat. A felnőtt korosztálynak, illetve a nagyobbaknak pedig ugye az ismeretterjesztő előadások, illetve a régészeti kiállításoknak a végigtekintése az, ami elsősorban vonzó lehet. Ugye felmerül a nézőkben a kérdés, hogy hogyan lehet valaki régész? Azért gyerekkorában általában mindenkiben megfordul az a gondolat, hogy felnő, akkor régész akar lenni. Gyakorlatban már ugye sokkal kevesebb ember, aki ezt végigviszi, de ugye Magyarországon számos egyetemen, a nagyvárosokban van lehetőség régészetet tanulni. Ez ugye egy bölcsész képzés, 5 éves, és ezután válik valaki régész, és el tud helyezkedni akár egy múzeumban is. Igen, itt a Kosztai József Múzeumban a régészek dolga miből áll egyébként, tehát a legérdekesebb része ennek a munkának gondolom a terepmunka. Így van, a legérdekesebb az mindig a terep, gyakorlatban nem mindig ott töltjük a legtöbb időt, nagyon sok hónapot, hetet el tud venni ugye ezeknek a munkáknak az előkészítése, a letárgyalás, a megszervezése, illetve a feltárás után az anyagnak a feldolgozása és ennek a közzététele. Hol volt legutóbb feltárási munka? Legutóbb tavaly végeztünk Felgyőn is 2 kisebb feltárást, ahol népvándorláskori kis település részlet került elő.
Bár az időjárás először úgy tűnt, nem kedvez az idei gyermeknapnak és kirakodóvásának, de délutánra szép számú közönség gyűlt össze a Kossuth téren. A Szentesi Művelődési Központ szervezésében táncbemutatók, koncertek, gyermekelőadások, bűvészprodukció, gólyalábasok várták az érdeklődőket vasárnap. Az SVS Kft. Anyák napi rajzpályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére is ekkor került sor, de a tűzoltóság munkájába is be lehetett tekinteni. A Művelődési Központ nagy-nagy örömmel szervezte meg ezt a programot. A meglepetések sorát mondhatjuk ezen a mai napon, hiszen nagyon sok együttműködő partnerünk van. Reggel 10 órától folyamatosan vannak színpadi és színpad melletti műsorok. 10 órakor a Dalmadánc volt a fellépő, 10 óra 30 perctől pedig a Hunyadiak Történelmi Hagyományőrző Egyesületnek volt a produkciója. Meglepetés volt, hogy zenével, élő zenével és tánccal várták a gyerekeket. Ezt követően kutyás bemutató volt az egyik füves részen, 14 órakor pedig a most mögöttem látható Vagabanda Vándor Mutatványosok műsora kezdődött el, és látjuk, szerencsére örülünk neki, hogy elég sokan eljöttek az idő ellenére. 15 órakor fog következni a Lady Bird, majd 3:30-kor Matteo, Camisa Matteo bűvész fog elkápráztatni mindenkit, reméljük mindannyian megtanulhatunk majd egy trükköt. Ezt követően 4 órakor lesz a rajzpályázat hirdetése, az SVS Kft. Szervezte ezt a rajzpályázatot, és 4 órakor adják át majd a díjat a gyerekeknek. 4:30 után fog következni a Pompom élő műsora, a Petike Rossz Csont Manó címmel. Én is nagyon kíváncsi vagyok egyébként már erre a produkcióra. Nagyon örülünk, hogy a Pompom ismét a rendezvényünkön részt vehet. 18 órakor pedig Kovács Nóri Szabadon című műsora lesz hallható. Az énekesnő 2017-ben az év énekesnője díjat nyert el, és a népzenei vonalat képviseli. Nagyon örülünk, hogy a Le Grand Zrt. Segítségével őt is elhívhattuk, és így este 7 óráig vannak programok. Azt gondolom, hogy az előző évekhez képest ez volt a nagy eltérés, hogy most már nem csak egy picit délelőtt, picit délután, hanem egész napra tudtunk programokat szervezni. Fontos még elmondanom, hogy további együttműködő partnereink is vannak. Vannak szűrőbuszok a Generáli által, a tűzoltóság is itt van a Városháza előtt, meg lehet nézni a tűzoltóautót. Ez nekem is mindig izgalmas volt gyerekként, mikor fölmehettem egy tűzoltóautóba, remélem a gyerekeknek is tetszik. Illetve itt vannak ugye a tappancsosok, volt agility bemutató, és mi is várjuk kézműveskedéssel, ingyenes csillámtetoválással, majd ingyenes arcfestéssel a gyerekeket, és rengeteg játék van a téren. Én azt gondolom, hogy mindenki találhat magának kedvére valót. Hát persze a felnőttekre se feledkeztünk meg, hiszen olyan kézműves termékek, olyan áruk érkeztek, amiket korábban is már ismerhettek, de vannak rengetegen újak is, akik megtisztelték a rendezvényt azzal, hogy elhozták ezeket a termékeket, és reméljük, hogy majd választani tudnak a sok szép dolog közül az emberek. Ez utóbbiról lehet tudni, hogy hány árus érkezett, illetve milyen nagy körből érkeztek ők? Az ország több pontjáról is érkeztek, hát ugye az időjárás miatt azért páran sajnos lemondták, tehát akik szappannal vagy levendulával jöttek volna, ők nem tudtak eljönni, hiszen ezt nem vállalhatták, ezt az időjárás, ugye a termékek minősége miatt. Én azt gondolom, hogy 20 árus biztos, hogy itt van, most a pontos létszámot emiatt nem tudom.
nincs annál nagyobb öröm őszintén, amikor a városban, illetve a város környékén élő gyermekeket ide tudjuk szólítani a Kossuth térre, és egy olyan programot tudunk nekik adni majdnem egész napra, ami mind az egész családnak, mind kifejezetten nekik nagyon szórakoztató. Készültünk, és a művelődési központ nagyon készült arra, hogy a városi gyermeknapot és kirakodóvását itt megszervezze. Hát az időjárásért már az előbb elnézést kértem, de mégis azért valahogy kikerekedett délutánra. Ez a program is nem sokkal a Pompom lemezbemutató koncertet tart. Hát az az igazság, hogy a gyerekeket magajándékozni talán ennél szebb program nincs is, és jól esik azt látni, hogy aktívak is a gyermekek. Nemrégiben adtunk át díjakat a rajzpályázaton, amit a Szentesváros Szolgáltató Kft. Írt ki, és majdnem 200 gyermek vette a fáradtságot arra, hogy anyának szeretettel kérdés közben rajzokat küldjön be, és tényleg nagyon nehéz volt kiválasztani, de annál nagyon öröm volt átadni ezeket a kis elismeréseket, és tényleg jó volt nézni, hogy cipelik magukkal az ajándékcsomagokat, és vidámak itt most ma délután, de hát annyi program volt már is, voltak itt bábosok, a kirakodóvásár egész nap ment, kutyás bemutatók és érzékenyítő programok is voltak a mai nap, úgyhogy én úgy azt hiszem, hogy egy kerek programot tudtunk ma a gyermekeknek és a családoknak itt a Kossuth téren bemutatni. És gondolom, hogy szentesen nem csak ilyenkor jó gyereknek lenni. Mit tud a város még adni a gyerekeknek? Hát amikor egy ilyen kérdés jön felém, akkor ugye a saját gyerekkorom is eszembe jut, és a mai napot azért egy gyermeknapi horgászversennyel indítottuk. Igaz, hogy majdnem végig csepergő esőben, de a gyermeki létünkhöz hozzátartozott, és nekem is hozzátartozott, hogy ez a város azért alapvetően egy nagyon jó biztonsággal, egy közbiztonsággal rendelkező város, és ezer lehetőség van a gyerekeknek kikapcsolódni. Tehát azért a kurcapart, a sportpályák, a liget, a Tisza, és úgy egyáltalán a közterületek biztosítják a gyermekeknek azt sportolási, kulturális, szórakozó lehetőségek, hogy jól érezzék magukat ebben a városban, és természetesen törekszünk a következő időszakban is. Ebben mindig van egy kis konfliktus, mert ahogy a fiatalok egy kicsit jobban beleilleszkednek a városi millióbe, az idősebbek egy picit szeretnék a nyugalmukat visszakapni, de én azt hiszem, hogy a gyermekeinkért és a fiatalságért nagyon sokat kell tennünk, de ez a város tényleg régóta meg is teszi ezt, és minden egyes programmal próbálnánk picit tanítani is a gyermekeket. Ugye nem régen volt a Föld napja programunk is, ahol fákat adtunk át, madárodukat, tehát egy kicsit azért a gyerekeket erre is nevelni és oktatni, de alapvetően a szórakozás és a kikapcsolódási lehetőség azt hiszem nagy számban részt vesz a városunkban. Mindig van mind javítani természetesen, de én úgy érzem, hogy jó itt gyereknek lenni, jó volt régen is szentesen gyermeknek lenni, és azon dolgozunk, hogy a jövőben is jó lehessen gyermeknek lenni itt Szentes városában. És a polgármester úr, amikor kilátogat egy ilyen rendezvényre, akkor mint magánember is látogat ki együtt a... Igen, alapvetően a saját gyermekeim is általában itt rohangálnak valahol a környéken. Nekem most nagy öröm volt, hogy a gyermekhorgászversenyen a fiam nagyon eredményes lett, de úgy magánemberként is azért én is megnézem az árusokat, mi a kínálat a Kossuth téren, és azért belehallgatok én is a koncertekbe. Mi is jó szórakozunk természetesen. Struc medalionokkal érkezett. Mióta foglalkozik ezzel a különlegességgel? Hát már most 13 éve. Előtte tekete kerámiát készítettem itt Szentesen, és most ez az újabb, ami már nem is olyan új, ez a struc tojás ékszerek, amik hát tojáséból készültek, és kézzel festettek. Kis iparművészeti portékák. És honnan jött az ötlet? Nem is tudom, ez úgy hirtelen jött nekem. Először a fekete kerámia mellett már díszítettem tojásokat, libatojást, pulykatojást, és aztán kaptam egyszer ajándékba
egy pulykat, egy strusztojást, és megpróbáltam kidíszíteni, de annyira kemény volt, hogy azt mondtam, hogy azt nem, és annak a darabjaiból készült az első ilyen ékszerem, és úgy gondoltam, hogy ilyet még nem csinál senki, tehát ezzel én most megpróbálkozom. És végül is elég sikeres lett, mert 13 éve foglalkozok vele, és a zsűri is elfogadta, hogy ezek iparművészeti termékek. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy mennyire egyedi, hogy más foglalkozik ezzel, tehát akkor ezek szerint ez így... Ez annyira egyedi, hogy amikor elvittem zsűriztetni, akkor mondták, hogy még senkinek nem jutott eszébe, hogy ilyen anyagból készítsen. Lehet, hogy azóta már mások is foglalkoznak vele, de az biztos, hogy én kezdtem el ezeket készíteni. Nagyon egyedi, mert két egyforma festést nincs, kézzel vannak festve, és ahány darab, ez annyi színű és annyi festésű. Honnan szerzi be a strucc tojást? Vincenten van egy strucc farm, és én onnan vásárolom a tojáshéjakat, ráadásul nem is akármilyen tojáshéjat, hanem olyat, amiből kibújt a kis csibe, és gyakorlatilag így a csibe is megúszta, meg én is jól jártam, mert kicsit olcsóbban jutok a tojáshéjhoz, és onnan vásárolom meg a keltetőből megmaradt tojáshéjakat, és így legalább felhasználom azt, ami egyébként másnak nem hasznosítható már tovább. Hát ebből készülnek. Szegedről érkezett, gyakorta jár erre a vásárra, vagy milyen időközönként? Minden évben itt vagyunk, már több éve járunk ide a gyereknapi rendezvényre, igen. És miért szereti ezt a rendezvényt itt Szentesen? A gyerekek miatt, meg a jókedv miatt, meg a jó idő, ami most hiányzik. És ha gyerekek szóba kerültek, hát itt, ahogy szétnézek, játékokat látok, újabbakat is, és régi korok játékait is. Milyen portékákkal érkezett? Mi fajátékkészítő család vagyunk, a párom és a családtagok készítik a fajátékot, és igen, van közöttük ókori, középkori táblajáték, vannak gurulós játékaink, fegyvereink. És honnan vették a mintát, amikor készül egy-egy játék? Hát a régi korok játékait azt eredeti minta alapján próbáljuk újra gyártani. A többit azt meg saját tervezés. A családban vannak gyerekek, és ők szívesen játszanak ezzel? Természetesen, bár ugye mint minden gyereknek a másé a legizgalmasabb, úgyhogy otthon kevésbé használják ezeket a játékokat, de igen, szeretik ők is. Az SVS Kft. Rajzpályázatot hirdetett anyák napja témában általános iskolásoknak és óvodásoknak. Mi vezérelte a céget, amikor meghirdették ezt a pályázatot? Nem titkolt célunk az, hogy a konyhai kollégáimat, akiknek a korábban talán nem volt olyan jó megítélése, mint manapság, kicsit közelebb hozzuk a közönséghez, és szeretném, hogyha mindenki látná, mindenki elfogadná, hogy az a munka, amit ők nap mint nap végeznek a konyhán, hogy azt a 2600 adag ételt elkészítsék, az mindenképpen becsülendő, és emiatt találtuk ki ezt a rajzpályázatot, ami most már ezzel hagyományt teremtve minden évben kétszer megszervezzük, tehát gyereknap és karácsony alkalmából, és ami fontos, csodálatos látni a gyerekeket, hogy mennyire készülnek, feladatot adunk a pedagógusoknak, amit szerintem ők szívesen vállalnak, és nagyon jó érzés az, hogy ilyenkor a ragyogó szemeket láthatjuk, amikor átveszik a díjat a gyerekek. És népszerűnek bizonyult a pályázat? Tavaly karácsonykor 150 körüli rajz érkezett, most viszont már 194, tehát erre mi nagyon büszkék vagyunk, és annyi az eredeti tervhez képest annyit változtattunk, hogy korábban itt a közösségi médiában lehetett, vagy lehet ilyen pályázatok esetén szavazni. Mi kitaláltuk, hogy a központi konyha ebédlőjében a kolléganők kihelyezik ezeket a rajzokat, és ott személyesen lehet megtekinteni, ott lehet rá szavazni.
tehát mégiscsak személyesebb egy kicsit, mint hogyha az interneten szavazna mindenki. Egyébként a nagy közönség hol tekintheti meg ezeket a műveket? Ezek az elmúlt két évben a központi konyha ebédlőjében voltak kiállítva. Most minden pedagógus, minden diák vissza fogja kapni a rajzát, mert erre van igény. Tehát mi ezt nem gyűjtjük, nem tesszük el, nem visszajuttatjuk a tulajdonosának. Mennyire volt nehéz zsűrizni, illetve ön részt vette ebben? Jelen voltam a zsűrizés folyamatában, de nem vettem részt a zsűrizésben. Nagyon nehéz, mert tényleg lát az ember 200 gyönyörű rajzot, és egyszerűen nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik, ami egy picit értékesebb, picit nehezebb munka. Ezért van az, hogy a háromtagú zsűriben mindig van egy szakember, egy rajztanár, aki segít kicsit eligazítani a zsűritagokat, hogy mondjuk egy adott 10 éves pályázat, vagy egy első-másodikos korosztályhoz melyik rajz az, ami szakmailag már jobban megüt egy magasabb szintet, de büszkék vagyunk mindenkire, aki pályázatot nyújtott be. Várták már ezt a napot? Igen. Igen, és nagyon féltünk, hogy elmossa az eső. Délelőtt nem is tudtunk eljönni, mert a kertvárosból jöttünk. És hogyan telik eddig a gyereknap, illetve mennyire fontos ez a családban? Nagyon fontos, a gyerekek nagyon várták, és örömmel jönnek. Hát a nagyobb unokám már nem jött, ő még értékeli, és már sok minden repülőt. Jó, akkor téged is megkérdeznélek, hogy... Mi tetszik itt ezen a vásárban most, amit... Minden tetszik, és mit néztél ki? Meséld el, hogy mit néztél ki. Már nézett egy ajándékot. Bábot. Bábot szeretnél kapni? Igen. És mit gondolsz, sikerülni fog megkapni? Igen. És ki veszi meg? Te! Egyértelmű. Szereted egyébként a gyereknapot? Igen. És... Hogy szokott történni egy-egy gyereknap otthon? Megünneplitek? Igen. Városi gyereknapon beszélgetünk. Mit látott eddig a programokból? Programokból nem sokat, mert délelőtt nem jöttünk ki. Körülbelül egy órája érkeztünk a családdal. És mi volt a fő cél? Várták ezt a napot? Vártuk természetesen. Két unokámmal jöttünk, lányommal, vejemmel. Úgyhogy a nagyobb unokám éppen a dühöngőben érzi jól magát, a kicsi még nagyon kicsi ahhoz, hogy bármire felüljön, de sokat nézelődik, és ő is jól érzi magát. A gyereknap mennyire fontos önöknél a családban? Megünneplik-e? Természetesen megünnepeljük, akár egy ilyen programmal, hogy ide kijövünk, akár valami kis ajándékkal, amit a gyerekek kapnak ilyenkor, érezzék, hogy ez az ő napjuk. És kapnak-e valamilyen ajándékot a gyerekek? Esetleg itt a vásárban sikerül-e valami portékát beszerezni számukra? Körülnéztünk, igyekszünk, de már kaptak, úgyhogy itt csak ilyen kis apróságokkal lepjük meg őket. Inkább a játék a lényeg. Látom, hogy itt lekötötték a kisfiút a játékok. Sikerült már valamit kinézni? Még nem, még most kezdtük el nézni, szereti nagyon ezeket a fajátékokat, imádja, és akkor még hagyom, hogy válasszon, meg gondolkozzon, aztán majd dönt. Hagyom dönteni. És itt a vásárban kap majd valamilyen ajándékot gyereknapra a kisfiú? Biztos, hogy fog még valami kis meglepit kapni szerintem. És esetleg a programok közül mi az, amire kíváncsiak, ami vonzó önök számára? Hát inkább neki ugye ez a pompom együttes. Ami vonzó, akkor néztük ezt a gólyalábas témát, ugye az nagyon lekötötte. És a gyereknap az mennyire fontos önöknek? Megünneplik a családban? Mindenki megszoktuk, mert ők nehezen lett a családban, és akkor így magas hangsúlyt kap a gyereknap. A páról, 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 a páról,
Lőgranc ZRT a Városi Gyermeknap és Kirakodó Vásár fő támogatója. Milyen elgondolás alapján támogatják ezt a napot? Miért érezték fontosnak? Hát az idei év az egy különleges év a Lőgranc életében, hiszen 30 évvel ezelőtt 92. decemberében írtak alá a privatizációs szerződést, tehát 30 éves a Lőgranc tulajdonában, de hát a Lőgranc végül is jogelőgyén keresztül azért már 62 éve itt van Szentesen, és úgy gondoltuk, hogy ezt a 62 évet és a kerek évfordulót, hogy Lőgranc vállalatcsoport, vagy a Lőgranc 30 éve itt Magyarországon, ezt szeretnénk megünnepelni. Hát sajnos a gazdasági környezet az nem nagyon segít, tehát ugye a Covid-ból éppen csak, hogy remélhetőleg kijöttünk, és hát itt a környezetünkben, a szomszédban háború zajlik, de ettől függetlenül azért a jövőre kell gondolni, és a gyereknap az, ami a jövőt jelképezi, tehát ezért döntöttük alatt, hogy támogatjuk a gyereknapot. És egyúttal itt látok egy standot is, egy rajzpályázatot hirdetett a cég, óvodás és általános iskolás gyermekek részére. Ennek mi a lényege, hogyan lehetne összefoglalni? Hát szeretnénk erősíteni azt a összefoglalást, azt a kapcsolatot, ami a város lakóival kialakult, hiszen ez a 62 év az azt jelenti, hogy nagyon sokan dolgoztak a Lőgrancnál, vagy most dolgoznak, vagy régebben, tehát nagyon erős a kötődés a város és a vállalat között, és időnként kiírunk ilyen pályázatokat, ami ezt még erősíti. Volt már egy pár évvel ezelőtt, amikor a gimnáziumban írtunk egy olyan pályázatot, egy videóklipet kellett készíteni, aminek az volt a célja, hogy mi jut eszükből a Lőgrancról vagy a Contavirről, adnunk, akkor még ugye erősebb volt ez a brand, még megmaradt, és most pedig úgy gondoltuk, hogy a kisebb gyerekeknek, hogyha gyereknapot támogatjuk, akkor legyen nekik egy ilyen pályázat, amiben bármit rajzolhatnak, amit ők szeretnének, szabad engedhetik a fantáziájukat. Egy kérdés van, hogy lehessen valahogy kötni. Hát Szentesváros az értelemszerűen meg a Lőgranchoz. És el is kezdődött már ez a gyűjtés, a rajzok gyűjtése? Ez most került meghirdetésre, egyébként ugye ide nekünk is volt egy standunk, és itt szerencsekereket lehetett pörgetni, és mindenféle érdekes apróságot, ajándékot lehetett nyerni, és most került meghirdetésre, tehát az év végig várjuk a jelentkezőket. Hello, szia, énekelj, a kezedet emeld fel! Hello, szia, énekelj, a kezedet emeld fel! Hogy szól? Hello, szia! A kezedet emeld fel! Hello, szia, énekelj! A kezedet emeld fel! És magasra kész hanglás, hogy hatalmas tapssal! Ezzel napi aktuál rovatunk véget ért, már is kulturális magazinunkkal megyünk tovább, ám előtte egy rövid reklámblokkal szakítjuk meg adásunkat, maradjanak velünk továbbra is! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy különleges cirkuszi produkciót lát vendégül a Tóth József Színház is vigadó június 3-án 19 órakor a Freak Fusion Kabaré előadásában. A darab témája a nyugtalan láb szindróma, az alvászavarok egyik jellegzetes, gyakori formája. Az öt szereplő rengeteg kötél segítségével a megkönnyebbülést keresi, kutatja, önmagukat és egymást a végkimerülésbe kergetve, illetve a köteleiket és az idegeinket a végtelenségig csomózva és feszítve. Ne felejtsék, június 3-a, este 7 óra, jegyek már kaphatók. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról.
elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új Stihl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Június 2-a, 17 óra művészfészek. Vendégünk Jánokik és Viktória író-költő lesz, közreműködnek Trokán Anna színművész és Könycs László Farkas zeneművész, házigazda Viola Sandra. Regisztrálni online lehet a honlapunkon, illetve személyesen jegyirodánkban. A Szentes Televízió kulturális magazinja jelentkezik. Turnébusz elnevezéssel járjuk az országot szerdánként, hiszen a pandémia által nehéz helyzetbe került vidéki és fővárosi zenekaroknak adunk bemutatkozási lehetőséget. A stílus változatos, a mondani való mindig aktuális, gondolom ezt önök is megtapasztalhatták az elmúlt hetekben, és már hozzá is szoktak ahhoz, hogy a hét közepén és végén fél-fél óra zenét játszunk. Ma sem lesz ez másként, Kovács Zsolttal, a turnébusz szervezőjével várjuk önöket, hogy megtudjanak néhány dolgot a mai fellépő formációról, és utána a húrok közé csapjunk. Sok-sok zenekaron vagyunk már túl, sok stílussal megismerkedhettünk. A Kiuba együttes mit mond majd nekünk? Egy veszprémi zenekarról beszélünk. Teljesen más az ő zenei világuk, mint amit eddig bemutattunk. Down tempo és ilyen kis nyugodt elektronikus zenéről beszélünk, de élő dobbal, élő basszusgitárral. Ehhez egy szintetizátor, vagy hát billentyűs hangszerek, és egy különleges hangú énekesnő. Azért sokszor megállunk egy picit a névválasztásnál, ez miért, mitől különleges? Hát itt a fiúk szavazták meg, azt kell, hogy mondjam a zenekar nevét. A Kiube az énekesnő neve fordítva, tehát Kinga Judit Bende, Bende Judit Kinga az énekesnő neve, és így született a név. Valami személyes élmény velük kapcsolatban? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ők is a kedvencek között vannak, már csak azért is, mert itt, aki basszusgitáron tevékenykedik, Nyakas Krisztián, ő most aktuálisan is az én kiváló zenésztársam, úgyhogy büszke vagyok rájuk. Illetve, amit még velük kapcsolatosan meg kell említeni, hogy a most legutóbb bemutatott dal sorozatban ők is indultak, és bejutottak a Szerencsés 40 közé. Hú, akkor most már figyelni fogjuk őket is, de hogyha a nézők elszalasztották, hogy eddig megismerkedtek volna az együttesen, akkor most itt a Szentes Televízió színpadán a Kiube együttest hallhatják. Sziasztok, én Szili vagyok, ez pedig a Turnébusz, ahová kizárólag olyan zenekarok jöhetnek fellépni, akik tudnak élőben muzsikálni. A mai vendégünk trip-hopban és downtempóban utazik, és hogy mit jelent ez a két műfaj meghatározó, már is megtudjuk. Vendégünk a Kiube zenekar. Jól mondtam a nevet? Teljesen. Igen. Hallgatva a zenéteket, elsőre azt tudtam mondani, hogy elképesztő lélekszorító és lélekemelő egyszerre, de ami egy zenész füllel abszolút mértékben elsőre kitűnt, hogy nagyon jól szóltok. És ehhez gratulálnék nektek. A dob frenetikus, tehát hogy nem tudom, ki keveri az anyagot, ki álmodja a zenét. Ezt általában én keverem. Te kevered is. Igen, a koncepciót együtt egyeztettük le, de magát a hangzást azt
én próbálom összegyúrni az alapoktól, és aztán persze egyeztetünk. Menjünk egy kicsit előrébb, hogy mi ez a trip-hop? Én nem tudtam, hogy én szeretem ezt a zenét, rájöttem, most, hogy meghallgattam, és hogy ki ennek az elődje, kik a meghatározó műfai legnagyobbak ebben a műfajban? Masszívetek. Masszívetek. Ők, akik a legjobban húznak a szívetekhez is? Hát egyébként igen, nem teljes egészében, tehát én egy Masszívetek koncertre nem szívesen menni kell, megmondom őszintén, mert összességében túl sok lenne. Egy-egy dal, ami engem nagyon-nagyon megragad tőlük, tehát borzasztóan ilyen, ez a down tempo, amit mondtam is neked így a riport előtt, hogy ilyen lassú, úsztatós, viszont nagyon monoton tud lenni egy idő után. De a Masszívetek, igen, visszatérve az alapja ennek tulajdonképpen a stílusnak. Arra gondolnánk egy ilyen zene hallgatásán, hogy már-már relaxációs zene, de nem. Ez tele van rockzenével, amit ti csináltok. Miből merítkeztek alapvetően? Ki honnan indult? Ugye neked diplomád van erről, hogy te énekesnő vagy, ugye? Nem, semmit. Nem attól vagyok énekesnő, mert diplomám van, de kösz. Hát végeztem egy egyetemet, igen, de ennek semmi köze az énekléshez olyan szempontból, hogy gyerekkorom óta így körülvesz a zene, zongorázom kiskorom óta. És az ének az tulajdonképpen az nagyon érdekes, mert soha nem fejlesztettem. Néha érződik is, hogy nem egy fejlett hangról, vagy képzett hangról van szó tulajdonképpen. Nem hallatsz. De. Egyáltalán nem hallatsz. Csak én tudom, mindegy. Hát, bocsánat, el kell mondjam, hogy nagyon profik vagytok. Tehát hogy ez a muzsika, ez így hallgatva nem hagy maga után kívánnivalót. Tehát amikor hallgatom, akkor ez igazából, ha valaki azt mondja nekem, hogy ti Amerikából érkeztetek, azt is elhiszem. Hát köszönjük, erre törekszünk egyébként, hogy tényleg igényesek maradjunk. Többiek képzett zenészek, vagy autodidakták? Is. Is. Én például ütős szakra jártam, de utána a költözés miatt elmentem a debreceni rocksuliba. Úgyhogy ott is tanultam egy rövid ideig. Utána folytattam autodidaktaként, volt még két magántanárom, de igazából mindig a saját utamat, saját kútfőből próbáltam járni. Hát nyilván az alapok megvoltak, tehát azért nagyon jó tanáraim voltak már a zeneiskolában. Uh-huh. És szerencsére azért a legtöbb stílusba bele tudtunk menni, legalább olyan részletességgel, hogy session zenészként megálljam a helyemet később. Aztán nyilván ki kell gyakorolni. De szép. És azt is jelent. Krisztián, képzett zenész? Hát én tanultam klasszikus zenét különböző hangszereken. A diákkoromban zongoráztam egy kicsit nagybőgőztem, egy kicsit énekeltem, belekóstoltam egy-két történetbe. De a basszusgitározás az teljesen önfejlesztő nálam. Tehát most már 30. éve basszusgitározom, de mesterem nem volt sajnos. Vagy hát nem tudom, tehát amit én tudok, és ahogy én tudok játszani, az mind azon múlt, hogy mit szedtem össze a leginkább abból a zenei világból, amiben én megfordultam. A gyökerek azok valahol a bluesban, rockban testesülnek meg. Aztán egy csomóféle zenét játszottam menet közben, és nekem ez a trip-hop és downtempo az egy teljesen új sztori, de amikor meghallgattam és elkezdtem tanulni a dalokat, mert én beugrósként kerültem ebbe a zenekarba, egy bulin ki kellett segíteni a csapatot, megtanultam a repertoárt, felkészültem a koncertre, lejátszottam, és mire lejátszottam, addigra úgy gondoltam, hogy ha nem köszönnek el tőlem, akkor maradnék. De jó. Hát ez nálam így történt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokféle zenét hallgattam, meg szeretek mind a mai napig. Ez most egy ilyen üde színfort nekem. Mert alapvetően egy rokkosabb pali vagyok, de nagy élvezettel csinálom. A turnébusz színpadán a Kiube.
Down, and I can stay around.
Thank you.
this way, but I somehow slowly love you. I wanna keep it, and I somehow slowly love you. I wanna keep it this way. ...2018-ban alakult a banda, ugye? Így van. Hogy jött létre a találkozás? Ezt a Viktor tudja talán, vagy a Kinga? Nem is tudom. Hát elkezdtem én, igen, mert tulajdonképpen tőlem indult olyan szempontból el a dolog, hogy Viktorral én már kapcsolatban voltam. Egy rendezvényszervező voltam, és volt egy zenekaruk, egy funky zenekaruk, és beszerveztem őket, és akkor úgy megismertük egymást, mindegy. És ő küldött át nekem témákat, saját dalait, meghallgattam, uh-huh. És ahogy az első kettőt meghallgattam, azt mondtam, hogy ebből marhára kéne valamit csinálni, és otthon hazamentem, felvettem rá éneket, elküldtem neki, és így elindult ez a vonal. Egy nap alatt. Annyira beindított az egész, hogy mondom, ebből tényleg muszáj valamit ezzel kell kezdeni, és akkor így indult el tulajdonképpen. Első látásra szerelem. És a hallásra. Első hallásra, igazad van. Hogyan történik az alkotási folyamat? Ki írja a szöveget, ki írja a zenét, mindent egyszerre csináltok, vagy valaki hoz valamit, és akkor utána despota módjára kiosztja a szerepeket? Melyik a kettő közül? Változó, igen. Az első körben úgy indult a dolog, hogy a Viktornak a dalait kezdtük el uh-huh. összerakni. Először ketten voltunk, az első három dalt mivel ketten raktuk össze, de ugye ezt elmondtam a Soundcamberi zömében, inkább a Viktornak köszönhető, mert ő maszterelte, ő hangszerelte meg az egészet, és ő képzelte el, hogy hogyan. Én az énekdalamot vittem hozzá, meg a szöveget eleinte, és közben meg egy ilyen nemzetközi zenei oldalon Viktor próbálkozott mindenféle hangszeresekkel felvenni kapcsolatot, hogy a zenénkhez játszanak fel egy basszus, játszanak fel billentyűben. Online dalszerző fórumon. És akkor így került hozzánk az ausztrál dalszövegíró, a Tez Katajala, aki azóta is ír nekünk angol nyelvű szövegeket. Elhívesz. Illetve, hogyha én mondok neki valamit, hogy miről kéne szólni, akkor tök jól ugye, tudja egyébként találni. És vagy ő ír, vagy én. Most én is próbálkozom vele, bár nemrég azt mondtam, hogy nem kéne nekem szöveget írnom lehet, mert én úgy érzem, hogy jó, aztán nem annyira erősek, tehát én is így később ilyen évek telnek el, amíg megírom ezt a szöveget, és elolvasom, és hát ez a nagyon-nagyon kéne dolgozni, meg hát magyarul marha nehéz szerintem egy jó szöveget írni. De alapvetően angol ajkú zenekar vagytok, ugye? Tehát, hogy ebben a zenében megfér ebben a magyar szöveg? Hát most van egy magyar nyelvű dalunk, most ezzel bepróbálkozunk egy picit, hát ha sikert érünk ezzel is el, de tulajdonképpen alapvetően angol nyelvvel indultunk, igen, mert az a zenéhez valahogy ez illik, úgymond. Most, hogy egy magyar dalszöveget meg dallamot írtunk, teljesen kicsit más világ is lett a zene. Érdekes egyébként, hogy a magyar szöveg el tudja egy picit így vinni. De nem baj, szerintem kell ez a változatosság egy picit, majd meglátjuk, hogy milyen. Hát én, hogyha presszionálhatlak erre titeket, akkor mindenképpen a magyar szöveget javaslom. Itthon én azt gondolom, igen. Hogy ez dukál a magyar embereknek, hogy magyar zenét halljanak, mert szerintem úgy teljes egy dal, hogyha értjük is azt, hogy miről szól, mert hogy nyilvánvalóan nekünk szól. Az alkotási folyamatra még egy kicsit visszatérve,
mindenki beleszólhat? Tehát basszusgitárosként adsz a bluesodból, a rockodból egy kicsit, vagy csak hozzáteszed azt az ízt, ami te vagy magad? Elég tág a mozgásterem, tehát hogyha próbálunk és játszunk valamit, és adott esetben másképp játszok egy basszus témát, és ez nekik tetszik, akkor azt mondják, hogy jó, akkor legyen így. Tehát azért nem uralkodnak rajtam despota módon, szerencsére. Mert nem is hagyod. Erre ígyunk. Egy jó kis zenészitalt hoztam nektek. No. Egy jó kis regenera, abszolút mértékben csupa olyan dolgokkal van teli, ami józikony a szervezetünkre, úgyhogy... Dögösen néz ki, köszönjük szépen. Patincsunk egyet. És közben pedig meg is kérdezném, hogy merre felé halad a kis zenekar, mik az álmok, és most, hogy ugye 2018-ban kijött a lemezetek is, ez az első lemez, hogyha jól tudom, merre felé mentek, videóklippek készítése, hogyan érvényesül ma egy olyan zenekar, akik, én azt mondom, hogy ti nagyon egy hajszányira vagytok a slágertől, én nem is nagyon tudok olyat mondani, akik ilyen jól játsszák ezt a fajta zenét, amit ti játszotok, hogyha ebben szerintem megtaláltok egy magyar ízt, ami a szöveget jelenti, akkor sokkal közelebb lesztek az emberek szívéhez, de nyilván én meg nem tanácsadó vagyok, úgyhogy én azt szeretném kérdezni, hogy merre felé halad a zenekar? Szerintem nem szabad kicsiben gondolkozni, ezért a távlati terv az nyilván a világuralom. Erre is iszunk. Amúgy nagyon kellemes íze van, bocsánat, hogy közbeszólok. Igen, én mindig a Grammy-díjjal szoktam például hozni, hogy ez már Grammy-díj. Ez a szlogen. Ha tetszik a nagymamádnak, akkor Grammy-díjas. Sajnos röpködnek a rossz szóvicei. Nagyon jó. Csípem. Meg a tárgyeset. Szóval a lényeg az, hogy össze szeretnénk rakni egy igazi nagy lemezt, és nem feltétlenül gondolkozunk kiadóban, bár ezt a többieknek sem mondtam még, de keresek egy menedzsmentet, majd meglátjuk. Uh-huh. És hogyha disztribútorink már vannak, tehát a Spotify-ra, uh-huh. tehát a legnagyobb streaming szolgáltatókra fel tudjuk tenni a dalainkat, fent is vannak az eddigiek. Most a szerzői jogdíjakat próbáljuk rendbe rakni a külföldi dalszerzők miatt, tehát a dalszövegírónk ugye ausztrál, aha. És most azt próbáljuk rendben. Keveslik a lóvét? Nem az a baj, hanem az, hogy nem nincs benne az Artisus rendszerben. Tehát papírmunka van még, és akkor utána, hogyha minden oké, szeretnénk egy nagy lemezt, és ha az megvan, akkor mondom, világuralom egyértelműen. Watch the lightning.
Kedves nézőink, ezzel kulturális magazinunk és benne a turnébusz véget ért. Ne feledjék, a koncert második felét a hétvégi műsorunkban tekintetik meg. Jövő héten szerdán is számítunk a figyelmükre. Holnap 17 órától pedig már közéleti magazinnal jelentkezünk. Köszönjük már a megtisztelő figyelmüket, mindenkinek szép napot, szép estét kívánunk, a viszontlátásra!